Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a képernyők előtt. És természetesen önöket is itt a stúdióban köszönöm szépen, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Sok dolgunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Mivel szilveszter van, illene, hogy valami nagyon viccessel kezdjem, és még viccesebben folytassam. Nem tudom megígérni önöknek egyiket se. Legalábbis az, hogy nem lesz vicces az eleje, az biztos. Ugyanis egy híres magyar humoristával fogom elkezdeni a mai adást, egy bizonyos Nagy Bandó Andrással. Gondolom a nevét már hallották. Nagy Bandó András egy régi, derék, fogalmazunk finoman, baloldali ember, az volt mindig is. Már akkor is kommunista volt, amikor szítta a Kádár-rendszert a kabaré tréfáival, és semmit sem változtatott ezen a meggyőződésén. Most ez a Nagy Bandó András a minap bement az ATV-be, ahol maga Rónai Egon csinált vele egy interjút, és képzeljék el, hogy mi történhetett ott, hogyha még az ATV is levette az elkészült beszélgetést a honlapjáról, és letiltotta mindenhonnan, és maga Rónai Egon és az ATV is elhatárolódott Nagy Bandó Andrástól. Mit is mondott Nagy Bandó András? Egyebek mellett a következőt, hogy Kecskeméten járt a minap, és ott helyiekkel beszélgetve azt hallotta, hogy Orbán Viktor rendszeresen félholtra veri a feleségét, akit ezután a kecskeméti kórházba visznek le, és ott szokták ápolni és rendbe tenni. És amikor Rónai Egon úgy visszakérdezett kicsit rémült arccal, hogy na de hát Bandó, hát azért ez mégiscsak túlzásnak tűnik, akkor erre azt válaszolta, hogy miért nem ismeri azt a szép magyar mondást, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Magyarul, ha egyszer azt mondják, és ő azt hallotta, akkor Orbán Viktor rendszeresen félholtra veli a feleségét, akit Kecskeméten ápolnak ezután. Na, ez ez az ember. És csak emlékezzenek vissza, ugye 2002-ben, amikor először volt egy leírhatatlanul ocsmány és mocskos választási kampány, ugye emlékeznek, akkor ez már előkerült. Akkor már a szocik bevetették ezt az ocsmányságot, hogy elkezdték azt terjeszteni, hogy Orbán megverte a feleségét. Akkor még nem merték azt mondani, hogy rendszeresen, hanem hogy egy alkalommal megverte. Amikor is például Lévai Janikó kénytelen volt bemenni a magyar televízióba, hogy csináljanak vele egy interjút, hogy mindenki lássa, hogy nincs összeverve a feje. Na most eltelt mennyi? 15 év. Most indul egy minden valószínűség szerint soha nem látott ocsmány választási kampány, és szemmel látható, füllel hallható, hogy ezek a becstelen szemét gazemberek, mert ez az ember egy becstelen szemét gazember, ne tévedjünk. Szóval ezek semmitől sem fognak visszariadni, és most éppen ott tartanak, hogy Orbán már rendszeresen veri a feleségét. És tudják, nekem különösképpen nehéz tűrtőztetni magam ennek az alaknak a szereplését hallván és látván, ugyanis én 1988 óta ismerem a szóban forgó házaspárt. És tudom, hogy mi az igazság. És amikor ilyet hallok egy ilyen rohadéktól, hát akkor higgyék el nekem, hogy nagyon nehéz, hogy úriember maradjak. De remélem most sikerült. És szigorúan a tényekre szorítkoztam, mikor azt mondtam, hogy ez egy becstelen szemét gazember, minden szavamat fenntartom a továbbiakban is. És akkor lépjünk is tovább. Ugyanis, nem tudom, hogy ez már a kampány része, vagy csak a sima hülyeséggel állunk szemben, az történt, hogy új rektort neveztek ki a Pécsi Egyetem élére. A következőt mondta, hogy
soha ne adj ki olyan parancsot, amelyet nem tudsz végrehajtani. És ez a mondás egy Erwin Rommel nevű II. Világháborús német tábornok mondása volt. Tehát még egyszer, soha ne adj ki olyan parancsot, amelyet nem tudsz végrehajtani. És neki esett az egész ballib sajtó, meg az összes megmondó ember, hogy egy náci tábornoktól vett idézetet használt a beszédébe. Akkor egy pillanatra járjuk körül ezt a Erwin Rommelt, hogyha megengedik. Már csak azért is, mert az egyik kedvenc tábornokomról van szó. Erwin Rommel a híres, hírhet Afrika korpszot vezette a II. Világháborúban, azt a német egységet, amelyik Észak-Afrikában, a Szaharában harcolt, leginkább az angolokkal, akiket ugye Montgomery vezetett. Meg is kapta Rommel tábornok a sivatagi róka becenevet, a katonái is így becézgették, és az ellenfelei is. És Rommel a becsületes, tiszta és bátor katona prototípusa. Hogy rossz oldalon harcolt? Igen. De egyébként német tábornokként mi a fenét tehetett volna egyebet? Becsületes volt, bátor volt és nagyszerű katona. És hát az ellenfelei is mindig elismerték. Tudják, mit mondott róla Churchill? Azt mondta, hogy a háború viharában egy nagyszerű, nemes ellenfél emelkedett ki a háború viharából, Rommel tábornok személyében. Ezt Churchill mondta róla. A nagy ellenfele, Montgomery, szintén szuperlatívuszokban beszélt Rommelről mindig, akit El Alameinnél ugye meg is ver, legyőz Montgomery, bár egy kicsit csorbítja a győzelem jelentőségét, vagy nagyságát az a tény, hogy Rommel nem volt a helyszínen, ugyanis váltólázat kapott, és haza kellett vinni Németországba ápolni, és ez volt az a pillanat, mikor Montgomery meg tudta őt verni. Ezt a Rommelt vetik egy szerencsétlen pécsi rektor szemére, hogy ettől idézett egy mondatot, de ráadásul milyen mondatot? Tehát nem, ilyen idézetet nem is találtak volna Rommeltől, de mondjuk, ha mondjuk azt idézték volna, hogy ki kell írtani a zsidókat, akkor megértem a felháborodást. Na de mit idéztek? Ne adj ki olyan parancsot, amit nem tudsz végrehajtani. Ember, most tényleg ez volna a tragédia? Ezért kéne egy rektornak ma lemondani Magyarországon? Teljesen elmebetegek. Egy újabb adalék ahhoz, hogy belássuk, sokszor mondtam már, csak sajnos nap mint nap kapok rá bizonyítékot, a hülyék átvették az uralmat a világban. És hogy ez mennyire így van, akkor nézzünk meg egy másik hírt. Tudják, hogy mit ismert el szeretve tisztelt Merkel kancellárasszony a minap? Elismerte, hogy hát már pedig Németországban vannak no-go zónák. Egész pontosan azt mondta, hogy Bajorországban nincsenek, de más német tartományokban bizony vannak. Ugye no-go zóna, angol kifejezés, ez a ne menj oda zóna, ahol olyanok a közbiztonsági viszonyok, hogy gyakorlatilag megszűnik az állam fennhatósága. Olyan negyedekről, kerületekről van szó, ahol gyakorlatilag az ott élők a saját törvényeik szerint igazgatják magukat, és ma ez szerte Nyugat-Európában muszlim zónákat jelent. Látják ezeket a képsorokat, elég rossz minőségű, hát persze, hogy rossz minőségű, egy mobiltelefonnal vette föl valaki az utcán. Egy no-go zónát látunk, ahol éppen a helyi fiatalok azzal programot találták ki, hogy megtámadnak és fölgyújtanak egy menetrend szerint közlekedő autóbuszt. Na, ilyen felvételeket ma szerte Nyugat-Európa nagyvárosaiban lehet készíteni. És nem tudom, emlékeznek-e, hogy durván egy évvel ezelőtt micsoda botrány volt abból, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt találta mondani, hogy Londonban no-go zónák vannak. Emlékeznek erre? Maga a BBC ültetett be a stúdióba, ült ott egy ilyen okos BBC-s csávó, mint most én itt önök előtt, és azt fejtegette, hogy micsoda marha a magyar külügyminiszter. Hát Londonban nem voltak, és soha nem is lesznek no-go zónák. Itt
pici probléma volt egyébként az úr fellépésével, mert hogy azelőtt nagyjából egy hónappal mutatta be a BBC azt a saját maga készítette dokumentumfilmet, aminek az volt a címe, hogy a londoni no-go zónák. Jól bemutatták a dokumentumfilmet, aztán jól leszúrták a szíjártót, hogy hülyeségeket beszél, mert no-go zónák nincsenek. Amúgy semmi más nincs Nyugat-Európában, csak no-go zóna. Brüsszelben, Párizsban, német Hamburgban, no-go zóna, no-go zóna hátán, muszlim fennhatóság alatt, ahol jószerével már a sharia, a muszlim törvénykezés, a divat, ahol a nyílt utcán összevernek mondjuk nőket, hogyha úgy ítélik meg ottan a helyiek, hogy nem megfelelően van felöltözve. És akkor jön a kancellárasszony, aki, hogy is mondjam, csak hát most már fülig ér a szó lesz neki, és akkor nagy kegyesen elismeri, hogy vannak Németországban dolgozók. Tényleg? Köszi. Ki hitte volna? Eszünkbe sem jutott volna idáig, hogy ilyen van. Ami így ráfordulva arra a részre, ami végképp arról szól, hogy az elmebetegek átvették a hatalmat, maradjunk Németországban, szeretve tisztelt német liberálisok törvénytervezettel álltak elő, amely törvénytervezetnek az a lényege, hogy engedélyezzék a poligámiát Németországban. Egész pontosan így szól a hír, Schleswig-Holstein tartományban már a monogámia eltörléséért harcolnak a liberálisok. Németország északi részén található tartományban a liberálisok helyi ifjúsági szervezete azzal a meglepő ötlettel rukkolt elő, hogy legálissá tennék a poligámiát, azaz a többnejűséget. Ugyanis, mondják ők, idézet, nem az állam dolga eldönteni, hogy ki kivel vagy kikkel szeretné leélni az életét. Mit mondjak? Azon próbálok itten elmélkedni magamban, mióta ezt a hírt olvastam, hogy ez vajon annak tudható be, hogy mint a no-go zónák, hogy előzönlötték az országot a muszlimok, és akkor most ideje a többségi társadalmat szép lassan teljes mértékig átnevelni a muzulmán civilizációra, értsd ez alatt például a többnejűséget, avagy inkább arról van szó, hogy ezek a derék liberálisok, akiknek hosszú évtizedek óta, mint tudjuk, végképp elment az eszük, ezek valóban úgy gondolják, hogy a szabadság kiteljesedésének, ez is egy lépcsőfoka, hogy akkor most legyen több nejűség. De miért állnánk meg félúton? Hát akkor miért ne vehetnénk el a kutyánkat, vagy a kedvenc macskánkat is feleségül? Miért ne lehetne engedélyezni a zoofíliát? Jegyzem meg egyébként, már vannak nyugaton bizonyos városokban, például Dániában, ilyen típusú nyilvános házak, ahol állatokat lehet bérelni, zárójel bezárva. Belegondoltak, hogy mivé lett a világunk? Mivé lett az a liberalizmus, ami néhány évszázaddal ezelőtt úgy indult világhódító útjára, hogy a nemzetté válás, a nemzetállamok létrejöttének és a polgárságnak volt a csodálatos és nagyszerű ideológiája és filozófiája. És mára, tisztelt hölgyek, urak, ez lett belőle. Poligámia, melegházasság, gender study, 72 féle nemi identitás, 72 féle. Nevethetnénk a dolgon, csak az a szomorú, hogy mégiscsak a mi életünkről van szó. De mi már hagyján, de a gyerekeink és az unokáink életéről van szó. És tényleg egyre inkább az látszik, hogy nincs megállás. Hétről hétre elő fognak állni valamivel, ugyanis ezek kétdimenziós emberekké váltak. A liberalizmus már egy ilyen eltorzult, kétdimenziós vallás lett, amelynek az egyik dimenziója az a szabadság, de a szabadságnak valami teljesen torz értelmezése. Ezek úgy gondolkoznak a szabadságról, hogy az valami olyasmi, amit a maga teljességében sosem fogunk elérni, de
az az életünk célja, hogy törekedjünk rá. Ez az egyik dimenzió. Ebből következik az, hogy a többnejűség is klassz, meg az állatokkal való szex is lehetséges. A másik dimenziójuk pedig az én, az egyén, ami az egyetlen entitás, az egyetlen fontos dolog. Ez egy közösségben, családban, nemzetben, hazában, országban képtelenek gondolkodni, csak az egyén az, ami egyszerűen eljut a tudatukig és az inger küszöbükig. Most egy pillanatra gondoljanak bele, hogy milyen világot lehet építeni ebből a két dimenzióból. Egy beteg torz szabadságvágyból és a lehető legnagyobb önzésből, az én, az egyén állandó piedesztára emeléséből. És abba is gondoljanak bele, hogy a normális emberek, akiknek nem ment el az eszük, azok minimum 3 vagy 4 dimenziósak. Ha mondjuk akinek van családja és gyereke, az ugye eleve 3 dimenziós, hiszen az énjét azt rögtön korlátozza egy másik dimenzió, hiszen felelős vagyok valakiért, valakikért. Aki meg még Istenben is hisz, hát az végképp korlátozva van szabadságában is, meg az egyéniségében is, hiszen elismer maga felett egy entitást. És ez egyébként a szabadság kiteljesedésének sokkal szélesebb útját teszi lehetővé, mint ezek a beteg állatok. És hogy hova jutottunk, csak ha már szilveszter van, nem szeretnék nagyon szomorkásokat mondani, legalább a végére hagyd mondjak valami vicceset, márha vicces. Tudják, hogy a svéd parlamentben most éppen miről vitatkoznak? Arról, hogy vezessenek be egy olyan törvényt, amely szerint egy férfinek a szexuális aktus beteljesedése előtt egy írásbeli engedélyt kell kérni a nőtől, de a feleségétől is. Nézek itt egy derék házaspár, a drága uram, én is nős vagyok, egy pillanatra gondoljon bele, tehát ugye gyakorlati problémáim vannak az ügyel. Elképzelem, ahogy éppen nekifogunk ugye otthon szeretni egymást. És akkor egy adott pillanatban szerelem ittas hangon, kicsit suttogva odafordulok a nejemhez, hogy ne haragudj drágám, de mielőtt tovább lépnék, megtennéd, hogy itt ezt a kis nyilatkozatot aláírod, hogy teljesen szabad akaratodból történik mindez. És akkor ő aláírja. De szerintem itt nem tudunk megállni, mert a papír alapú ügyintézés az idejét múlt, tehát valószínűleg az lesz a jövő útja Svédországban, hogy a jegyzett füzeteket kidobjuk a hálószobából, és majd az ügyfélkapun be kell jelentkeznünk. És akkor azt mondta, drágám, ne haragudj, nagyon jó, eddig minden simán ment, de most kicsit belépek az ügyfélkapun. Mi is a jelszó, édes? Igen. Na akkor most elektronikusan tedd már meg, hogy aláírod ezt a kis nyilatkozatot. Nézem az urat, maga is érzi, hogy ez egy kicsit macerás. Macerás lesz a buli. Ritkán fogjuk egymást szeretni. Viszont ha ezek után sikerülni fog, a nyilatkozat aláírása után, akkor büszkén elmondhatjuk magunkra, hogy mi igazi férfiak vagyunk. Aki ezek után teljesít, le a kalappal. No, hát némi jókedvet azért sikerült látom varázsolnom. És ennek tudatában atyai mentorom és kedves, talán mondhatom így barátom, Csurka István mondta nekem, hogy van a magyar irodalomban 10 olyan vers csatahajó, aminélkül nincs is magyar költészet. Ebből az egyik József Attila Eszmélet című verse, ahol egyebek mellett ezt olvashatjuk, hogy akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a virág. Ami van, széthull darabokra. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ha valamiben biztosak lehetünk, az ez a József Attilai üzenet, hogy ami van, széthull darabokra. Ez a beteg, liberális világ szét fog hullani darabokra, és ez egyszerre tragédia, de egyszerre
remény is a mi számunkra. Eddig tartott az első rész, nagyon messzire ne menjenek, mert a második részben Kövér László lesz a vendégem, vele fogok beszélgetni.